Június közepén különleges bolygó együttállás tapasztalható a Földről. A szabad szemmel látható Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz nagyjából egy vonalban fognak világítani hajnalonként a keleti-dél-keleti irányban. A halványabb bolygók 0 és 1 magnitudó között a fényesebbek mínusz 2-nél is intenzívebbek lehetnek. De mi az a magnitudó, hogyan számolhatunk vele és mihez viszonyítjuk? Ez az űrkutatás magyarul YouTube csatorna kisokos sorozatának 20. része, amiből megint megtudhatunk valami érdekeset. A csillagok kategorizálása az első lépés lehetett, amit az őskori vagy a középkori érteklődők elvégezhettek az éjszakai égboltot vizsgálva. Ennek legkézenfekvőbb módja, ha a csillagokat fényességük alapján osztályozzuk. Az időszámításunk előtti második században egy görög csillagász, Hipparchosz alkotta meg az első, több mint 1000 csillagot tartalmazó katalógusát. A csillagászat atyának is említett férfi nem csak a fénylő pöttyök pozícióit jegyezte fel, hanem azok fényességeit is. Ám mindenfajta műszer alkalmazása nélkül kizárólag a szeme képességeiben bízhatott. Hipparchosz egy 6-os skálát alkotott, amiben az 1-es értéket a legfényesebb csillagok kapták, a 6-os pedig a szabad szemmel még épp hogy láthatóak. A skálát végül 1850-ben Norman Robert Pugson, angol csillagász fejlesztette tovább, aki még a 19. században 8 új aszteroidát fedezett fel. A csillagász pontosította a skálán a fényértékeket, képlete logaritmikus és így néz ki. Ez megadja, hogy egy magnitudó különbség körülbelül 2,5-szeres fényességváltozást jelent. Pugson a skála irányát is megtartotta, azaz a nagyobb számok a halványabbak, a kisebbek pedig a fényesebb csillagokat jellemzik, de kellett még a skálához egy origó, egy olyan konstans érték, ami nem változik és amihez mérhető lesz a többi égitest látszólagos fényessége. Ez a csillag az északi égbolt legfényesebb pontja a nyári estéken, a Vega. Ennek a fénye lett a nulla magnitudó. Az ennél sötétebb csillagokat a pozitív irányba egyre nagyobb számokkal jelöljük, míg az ennél fényesebbeket egyre kisebbekkel a negatív irányba. Ezek alapján már az emberi szem tűrés határát is meghatározhatjuk, ami körülbelül 6 magnitudó. Persze ez az érték személyenként változhat, illetve az sem mindegy, hogy milyen környezetben vizsgáljuk a felleget, de nagy általánosságban elmondhatjuk, hogy tökéletesen sötét éjszakán, fényszennyezéstől mentes tiszta égbolton az emberek többsége még érzékelheti a 6-os magnitudóval rendelkező fényforrásokat, de az ennél nagyobb értékekkel rendelkezőket már nem. Persze a városban, ahol a fényszennyezés mellett a szmog is nehezíti a megfigyeléseket, már egy jóval fényesebb 3-as magnitudójú objektum megtalálása is kihívás. A skála alapján a 6 magnitudónál nagyobb értékű halvány égitesteket már csak távcsövekkel lehet detektálni. A 27-es magnitudóhoz már 8 méteres átmérőjű főtükörre van szükség a Földön, de a Hubble az űrben képes akár a 30 magnitudós égitestek vizsgálatára is. A James Webb űrteleszkóp pedig akár az eddig sosem látott 34 magnitudós égitesteket is megmutathatja majd nekünk. A legfényesebb csillag az égen a Sirius, látszólagos magnitudója mínusz 1,44, de a bolygók még ennél is fényesebbek lehetnek éjszakánként. A Mars akár a mínusz 2,8-es értéket, a Vénusz akár a mínusz 4,4-et is elérheti, ha épp úgy állnak a bolygók a nap körül. A telihold mínusz 12,6-es magnitudóval, a nap pedig a szélítő mínusz 26,8-es fényességgel vakítja az embereket. Szóval a napokban is tapasztalható bolygó együttállást érdemes a városoktól távoli, tiszta égbolton szemlélni, hogy a halványabbak is jól kivehetőek legyenek. A megfigyeléshez nem kell semmilyen eszköz, elég csupán egy applikáció a telefonra, ami megmutatja, merre kell keresni őket. De akár egy egyszerű távcsővel vagy binokulárral még érdekesebb is lehet ez a nem mindennapi élmény. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, hívd meg egy kávéra a Patreon oldalán, vagy csatlakozz, és legyél te is csatornatag az extra tartalmakért.